A hagyományos mézeken kívül a különféle ízesítésű, mentás, földi mogyoros, ánizsos, bodzás mézeket, valamint mézes pogácsákat, likőrt, pálinkát, bort is kóstolhattak az érdeklődők a topolyai mézvásáron. Én a sejemkorú mézet fogyasztom naponta egy kávéskannállal, férjem virágmézet. A gyerekeink is inkább a virágmézet szokták. Ha jönnek haza, akkor mindig visznek innen egy üveggel, mivel ahol élnek, ott sokkal drágább, meg boltba kellene venniük, mi meg egyenesen a termelőktől veszük. A termelőknek jó alkalom ez a vásárlókkal való személyes találkozásra, termékeik népszerűsítésére. Az idei év időjárása nem kedvezett a méhészeknek. Legtöbbet napraforgó és vegyes virágmézből tudtak előállítani, mondja Kovács Lóránt, topolyai méhész. A második lehűlés, ami március folyamán volt, az a méheket leállított a fejlődésbe, és úgymond nem tudtak fölfejlődni repce, valamint akác virághordása kellő mértékbe. A topolyai mézvásáron az árak 3 éve változatlanok, vegyes virágmézet 500, akácmézet 700 dinárért vásárolhattak az érdeklődők.